Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. Krisztus megmutatta a jövőt. Kisrigó László püspök tartotta a húsvéti szentmisét a Szegedi Domban. A költészetet ünnepelték. Gyulán József Attila szobránál rendeztek programot. Új elnököt választottak. Pomázi Ferenc vezeti a Wenckheim Krisztina közalapítvány munkáját. 5 nap alatt 7 baleset. Rendőrségi szempontból nem telt eseménytelenül az ünnepi időszak. Jézus feltámadása nem csak egy happy end, fogalmazott Kisrigó László püspök a húsvét vasárnapi szegedi szentmisén. A főpásztor hangsúlyozta, Krisztus az ember testével mutatta meg győzelmét a halál fölött, és a mi emberi testünket dicsőítette, garanciát adva ezzel arra, hogy számunkra is ez a jövő, ez a nap híre. Krisztus feltámadt és megmutatta számunkra az emberi jövőt, hangsúlyozta a húsvét vasárnap a Szegedi Domban megtartott szentmisén Kisrigó László püspök. A Szeged-Csanádi Egyházmegye főpásztora azt mondta, érdemes tisztáznunk, hogy mit értünk Jézus feltámadása alatt. Nem azt, hogy meghalt, eltemették, de aztán tanítványainak, barátainak látomásban, álomban megjelent és megmondta nekik, hogy ő él. Ő valóságosan, emberi megdicső ültestében találkozott az övéivel, együtt ettek, megtapintották a szögek nyomát a testén. Ez az örömhír számunkra nem csak egy happy end, hogy akit igazságtalanul kivégeztek, az végül is győzött, hanem az ő emberi testével mutatta meg a győzelmét a halál fölött, a mi emberi testünket dicsőítette meg, és ebben garanciát ad arra, hogy számunkra is ez az abszolút jövő. Kisrigó László úgy fogalmazott, Jézus nem úgy jött vissza a földi életbe halála után, mint akár Monte Cristo grófja a vélt halálát követően, és sorra igazságot szolgáltatott ellenségeinek. Jézus ugyanis nem hánytorgatta fel a múltat, meghagyta mindenkinek a szabadságot, senkit sem kényszerített semmire. Mi a tanúk hosszú láncán keresztül kapcsolatba kerültünk a föltámadt Krisztussal, megismertük az ő szavait, tanítását, tetteit, azt, hogy ő leginkább a föltámadásában bizonyította, hogy mindazt, amit mondott, nem csak szép és jó, hanem használható, sőt, ő az út, az igazság és az élet, ha valóban célba akarunk jutni, és az élet győztesei akarunk lenni, ezért érdemes benne hinni és őt követni. A mise résztvevői keresztségi fogadalmukat is megújították. 1964 óta április 11-én József Attila születésnapján ünnepeljük a Magyar Költészet napját. A tavaszi szünet miatt idén rendhagyó módon óvodások nélkül rendezték meg az eseményt a költő szobránál, ahol most többek között pedagógusok egy-egy verset mondtak el. József Attila születésnapja április 11-e, ezen a napon ünnepeljük a Magyar Költészet napját. Gyulán hagyománynak számít, hogy ilyenkor az óvodások ünnepi műsorra készülnek a költő szobránál, de a tavaszi szünet miatt idén ez nem így történt. 32 éves lettem én, meglepetése költem én, csecsebecse. Ajándék, mellyel meglepem, e kávéházi szegletem magam. Az eseményen többek között Kónya István alpolgármester, József Attila születésnapomra című versét. Mint gyermek, aki már pihenni vágyik, és el is jutott a nyugalmas ágyig, még megkérlel, hogy ne menj el, mesélj. Elek Tibor a Gyulai Várszínház igazgatója, József Attila Thomas Mann üdvözlését. Nincsen apám, se anyám, se Istenem, se hazám, se bölcsőm, se szemfedőm, se csókom, se szeretőm. Zámori Ida, az Erkel Ferenc gimnázium igazgatója pedig József Attila Tiszta szívvel című versét mondta el. Az eseményen felidézték a költő 86 évvel ezelőtt, április 11-én írta meg születésnapomra című versét. Ez a dátum lett a Magyar Költészet napja. Fontosnak tartjuk, hogy így Gyulán megemlékezzünk József Attiláról is, és egyáltalán a magyar költészetről, hiszen tudva levő önéletrajzából is tudjuk, hogy József Attila eltöltött nem túl sok időt, de itt Gyulán is. Így valamilyen szinten az ő életében is jelentős esemény volt városunk, és azt gondolom, hogy a magyar kultúra városában
azért a költészet napjáról illik mindenében megemlékezni. 95 évvel ezelőtt a szépség két koldusa egy külvárosi éjjel egyesült. Ekkor volt még apa és anya, mondhatta a gyermek, mama. A programon Fodor György középiskolai tanár saját versét. De lázadó dühében a legfőbb trónt követelte, és leverte az égi seregeket, s a menny uras a célok és erények bénultan nézték, hogy közeleg. Dávid Péter középiskolai tanár pedig Szabó Lőrinc Sun Wukong lázadását mondta el. József Attila kiemelkedően fontos költő, nem véletlen kötik hozzá a magyar költészet napját, érettségi tétel is, úgyhogy kiemelkedően fontos a diákoknak is, meg hát szerintem mindenkinek, aki a magyar költészettel valahogyan kapcsolatba kerül. Hát sajnos a hétköznapokban a költészet nem nagyon kerül előtérbe. Ma már, aki verses kötetet jelentett meg, az lényegében kiadói öngyilkosságot követel, mert nem nagyon olvasnak sajnos verseket az emberek, de azért ezen próbál változtatni az oktatás kisebb-nagyobb sikerrel, hát ha majd elérünk olyan sikereket, hogy egyszer valamikor olvasni fogják az embereket, emberek a verseket nagyon sokat és sokszor. A költészetnapi ünnepségen a verseket követően megkoszorúzták József Attila szobrát. Új elnökkel az élen folytatja a munkát a következő időszakban a Wenckheim Krisztina közalapítvány. Pomázi Ferenc a fiatalokra is szeretne építeni. Korára és az adminisztráció jelentette terhekre való tekintettel lemondott a Wenckheim Krisztina Városfejlesztési, Kulturális és Környezetvédelmi Közalapítvány elnöki tisztségéről Pocsai Gábor. Így a legutóbbi képviselőtestületi ülésen a grémiumnak döntést kellett hoznia a folytatást illetően. Levélben is megköszöntem, de is személyesen is köszönöm elnök úrnak a városunk iránti elkötelezettséggel és lelkesedéssel végzett eredményes munkáját. Görgényi Ernő polgármester elismeréssel szólt Pocsai Gábor munkájáról, majd a testület egyhangú döntést hozott Pomázi Ferenc személyével kapcsolatban. A jövőben ő vezetheti a közalapítvány munkáját. Pomázi Ferenc elnökként fontos feladatának tartja a környezetvédelem ügyét és a fiatalok megszólítását. Szeretném egy kicsit felpezsdíteni, hogy a fiatalokat valamilyen szinten bevinni az életnek ebbe a részébe, hogy a környezetvédelem, a gyümölcsöcskertbe kivinni őket, hogy megismerjék, hogy milyen gyümölcsök, milyen fák. A gyerekek sétálnak, mennek az utcán telefonnal a kezükbe, és nem tudják, hogy milyen fa alatt megy el. Annak idején nekünk olyan volt a tanítás, az oktatás, hogy tudtuk, hogy hársfalat vagyunk, akácfalat vagyunk, vagy juharfalat vagyunk, vagy fűzfalat. És milyen jókat játszottunk ott a szomorú fűzfák lelógó ágajon. Ezeket szeretnénk egy kicsit forszírozni, erősíteni a gyerekekbe, hogy tudják azt a környezetet, azt az élő környezetet, amiben élnek, valamilyen szinten ismerjék. Pomázi Ferenc kiemelte, továbbra is lényegesnek tartják, hogy segítséget nyújtsanak a város szebbé tételében. Hátra tudunk még több eredményt felmutatni, az önkormányzat támogat minket, megpróbálunk még mecénásokat keresni, és aztán hát ha ez jobban tud menni, hogy a pénzügyi gondjainkat ugye csökkenteni. Mert ugye mindig nagyfába vágjuk a fejszénket, mert úgy lehet előrelépni. Pomázi Ferenc úgy vélekedett, aktív időszak előtt állnak, hiszen a következő hónapokban sok teendőjük lesz. Az elmúlt 5 nap alatt összesen 9 esetben indult büntetőeljárás ittas járművezetés miatt Békés vármegyében. A húsvéti hosszú hétvégén emellett 7 baleset is történt. A húsvéti hosszú hétvégén bőven akadt dolga a rendőrségnek Békés vármegyében. A közlekedési balesetek mellett több helyütt bűncselekmény miatt kellett intézkedniük. Csütörtök és hétfő között összesen 7 személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt térségünkben. Ezekből 8-an sérültek meg könnyebben, 2-en pedig súlyosan. Főképpen Békés Csabán, illetve Dobozon történtek ezek a közlekedési balesetek, de egy-egy eset volt Csanádapácán és Gyomándrődön is. Hogyha kifejezetten a gyulai térséget nézzük, akkor el lehet mondani, hogy a 44-es főúton Békés Csaba és Gyula között 9-én, tehát húsvét vasárnapján volt egy
egy közlekedési baleset. Két személygépkocsi ütközött össze, és a balesetben mindkét autóvezetője és az utas is könnyebben megsérült. Illetve volt még egy közlekedési esemény, ami ugyancsak Gyulához köthető, ez azonban már a bűnügyi összefoglalóba is beleillik, hiszen egy balesetnek az okozója őrizetbe került, és hogy miért? Hát azért, mert elhagyta a helyszínt anélkül, hogy meggyőződött volna arról, hogy valakinek esetleg szüksége van a segítségre. A cserbenhagyás mellett három garázdaság, két lopás és egy magánlagsértés is történt az öt nap során. Április 6-án a megyeszékhelyen egy kocsmában összeszólalkozott két vendég. A vita közben egyikük ellökte a másikat. Az ellökött férfi beütötte a fejét és könnyű sérülést szenvedett. A másik férfi ellen garázdaságvédség miatt büntető eljárás indult. Emellett Orosházán a Győri Vilmos téren, valamint Békés Csabán egy sörözőben is intézkedtek garázdaság miatt. Az utóbbi esetben két férfi keveredett egymással szóváltásba. Eközben egyikük elővette az engedéllyel tartott gáz- és riasztófegyverét, majd megöléssel fenyegette a másikat. Szombati Andrea kiemelte, a húsvéti ünnepnapokon is voltak ittas járművezetők az utakon. Összesen 9 esetben indult büntető eljárás ittas járművezetés miatt. Heten személygépkocsit vezettek, de volt, aki segédmotorkerékpárral vagy teherautóval ment ittasan. Kifejezetten a húsvét vasárnapjára és a hétfőre koncentrálunk, akkor azt tudjuk elmondani, hogy vasárnap voltak 4 azok, akik ellen ilyen bűncselekmény miatt eljárást kellett indítani, és húsvét hétfőn pedig egy személygépkocsi vezetője ellen. Illetve volt még egy olyan esemény, amit ebben a körben megemlítenék, csak igazából ez nem feltétlenül csak ugye ittas vezetés lesz. Egy 16 éves mezőberényi lány ittasan beleült egy autóba. Ez a kocsi nem az övé volt, tehát engedély nélkül vitt el, így aztán a kollégáim járműönkényes elvétele büntett gyanúja és ittas járművezetés gyanúja miatt is vizsgálódnak. Tehát sajnos itt egy fiatal lány hozott nagyon rossz döntést, akár baleset is érhette volna, illetve balesetet is okozhatott volna. Szerencsére nem így történt. Az öt nap során lopások is történtek. Dobozon egy fűkaszát loptak el egy házból, Békésen pedig egy ház melléképületéből vastárgyakat tulajdonítottak el. 2030-ra készülhet el az M44-es meghosszabbítása a Párcium felé. Rövid hírek következnek. Megállapodás született arról, hogy 2030-ban átadják a 4. gyorsforgalmi útkapcsolatot is Magyarország és Románia között. Jelentette be Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter kedden Bukarestben. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Szorin Mihály Grindeanu román kormányfő helyettessel, közlekedési miniszterrel közös sajtónyilatkozatában hangsúlyozta, a korábbi célkitűzéseik alapján 5 évente újabb gyorsforgalmi útkapcsolatot adnak át a két ország között. Szijjártó Péter elmondta, Magyarországon a Budapest és Békés Csaba közötti gyorsforgalmi utat el fogják vinni a határig, és akkor meg lesz a lehetőség arra, hogy az Nagyszalontától délre becsatlakozzon a romániai gyorsforgalmi úthálózatba. A külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta, megállapodtak a határmetszési pontról is. Magyarországon a mélykerékiek már készülnek. Zalai Mihály, Békés Vármegye önkormányzatának elnöke elmondta, az Arad és a Bihar megyei tanács Európai Uniós forrásból tervez egy Aradot Nagyváraddal összekötő gyorsforgalmi utat. 2021-ben keresték fel Békés Vármegye önkormányzatát azzal, hogy legyenek házigazdái annak a vármegyék közötti tanácskozásnak, ahol ezeket a terveket ismertetik. Zalai Mihály hangsúlyozta, a 19. század második felében a Nagyváradot Békés Csabán keresztül Fiuméval összekötő vasútvonal alapja volt Békés vármegye robbanásszerű gazdasági fejlődésének. Szijjártó Péter kiemelt stratégiai érdeknek nevezte a Magyarország és Románia közötti együttműködés folyamatos fejlesztését. Rámutatott, hogy a kétoldalú kereskedelmi forgalom tavaly meghaladta 12 milliárd eurót, ezzel hatalmas rekordot döntött, így mára Románia lett Magyarország 3. legfőbb exportpiaca. Még nem múlt el az oltás szezonja, ezért ezzel a témával is foglalkoztak a napokban megrendezett gyulai program résztvevői a Gazdaudvarban. Mint ismert, az oltás során mindkét érintett növényi részen sebet kell ejteni, a gyümölcstermő fák és cserjék esetében kellő gondosság esetén a két rész összenő, és később sok örömöt szolgáltathat a gazda számára.
A programon az április elejé munkálatokkal is foglalkoztak, a résztvevők áttekintést kaptak arról, ilyen időtájt mivel is érdemes foglalkozni. Pomázi Ferenc arra is felhívta a figyelmet, hogy már lehet dinnyét palántázni, tököt vetni. A palántákat leginkább május elején érdemes kiültetni, amikor már jelentősen csökken a fagyveszély. 49. alkalommal rendezték meg a városi borversenyt Gyulán. Sándor János 15 éve foglalkozik borászattal. Kiemelte, a jó bor titka a jó idő, a türelem és a hozzáértés. Már hagyomány, hogy a zsűri szakszerűen bírálja a beérkezett mintákat. Ilyenkor jó képet kapnak arról, hogy a városban milyen borokat termelnek. Először a színét, a tisztaságát vizsgálják, utána az illatot és az ízjegyeket. Ezt követi az összbenyomás, amely a legnagyobb súlya a bír egy bor bírálásánál. Egy klasszikus, 20 pontos rendszerben minősítették a mintákat. Bodor Martin kiemelte, sok hibát lehet elkövetni egy bor készítésénél. Általában egy ilyen városi versenyen a technológia hiánya szokott lenni a probléma. Némi odafigyeléssel ezeket ki lehet küszöbölni. Erre próbálták felhívni a figyelmet és tanácsokat adni a gyulai borászoknak, hogy idén még jobb borok készüljenek. A csökkenő hőmérséklet és az eső nem kedvezett a napokban megrendezett gyulai galamb és kisállatbőrzének. Ennek ellenére mégis sokan keresték fel a sportcsarnok parkolóját. A gyulai Nagy József régebben sok nyulat tartott, de azt mondta, ma már kevésbé éri meg ezzel foglalkozni, így most csak 3 anyanyula van. A gyulai bőrzét ugyan a kisebbek között emlegetik, de már a határon túli tenyésztők figyelmét is felkeltette. Szilágyi Sándor búvos és futókacsát, illetve fűrjet kínált. A szomszédban Kis Zsolt többféle galambot és nyulakat hozott Gyulára. Sokan tartottak a rossz időtől és nem indultak el Gyulára, de végül így is sokan összejöttek, mondta a program szervezője. Japport Mátyás a húsvét közelettével a felelős nyúltartás fontosságát hangsúlyozta. A következő bőrzét Gyulán ősszel rendezik, akkor a tenyésztők a nyári szaporulatot kínálják majd. Megérkeztek az első gólyatöcsök Kardoskút térségébe. Lapszemle következik. Javítanák a levegő minőségét. Napjainkban a légszennyezettség jelentős környezeti probléma. Visszaszorítása komoly kihívást jelent, írt a közösségi oldalán Herceg Tamás, országgyűlési képviselő. 9 másik város mellett Békés Csaba is csatlakozott a LIFE projekthez, melynek fő célja a levegő szennyezettségének csökkentése. Kereszt halála által mentett meg bennünket. A bőti időszak nagy szombat este véget ért. Helyét a feltámadás öröme és az üdvösség reménye veszi át, írta a szegedcsanát.hu. A húsvét ünnepe a keresztények legnagyobb misztériuma, melynek üzenetéről Kovács József általános püspöki helynök beszélt. Aranyminősítést kaptak. Fantasztikus sikert ért el a Kodály Zoltán gyermekkórus a 18. Budapesti Nemzetközi Kórusverseny és Fesztiválon, írta az Orosz Café. A Pörneki Attila karnagy által vezetett tehetséges fiatalok aranyminősítéssel térhettek haza a rendezvényről. Megérkeztek a gólyatöcsök. Március 20-án megjelentek az afrikai telelőhelyükről visszatérő gólyatöcsök első példányai a Kardoskúti Fehértónál, írta a Körösmaros Nemzeti Park weboldala. A Magyarországon költő madarak döntő többsége a telet Észak-Afrikában, elsősorban az Atlanti-óceán partvidékén tölti, de előfordul, hogy a fekete kontinens déli részére is elrepülnek. Melegszik az idő a következő napokban. Csütörtökön akár már a 20 fokot is elérhetjük. Az esernyőt továbbra sem érdemes otthon hagyni, akár kiadós záporok is előfordulhatnak. Szerdán is előfordulhat eső, zápor, de napsütésre is készülhetünk az olykor megerősödő szél mellett. Éjszaka 5 fokot, a déli órákban 15 fokot mutatnak majd a hőmérők. Csütörtökön az erős melegedésnek induló időben is várható több milliméternyi csapadék. A hőmérséklet 3 és 19 fok között változik. Lássuk még egyszer mai híreinket. Krisztus megmutatta a jövőt.
Kisrigó László püspök tartotta a húsvéti szentmisét a Szegedi Dómban. A költészetet ünnepelték. Gyulán József Attila szobránál rendeztek programot. Új elnököt választottak. Pomázi Ferenc vezeti a Wenckheim Krisztina közalapítvány munkáját. 5 nap alatt 7 baleset. Rendőrségi szempontból nem telt eseménytelenül az ünnepi időszak. A Gyula TV híradóját látták. Kövessék híreinket a közösségi oldalakon és a gyulatelevízió.hu-n. További jó tévézést kívánunk. Köszönjük figyelmüket!